Sziasztok! Üdvőre itt a csatornámon. Ezt hiszem el kell állítanom ezt manuális fókuszra, mert kattogni fog itt. Megiszom az egy kocskálémat. Annyi mindent tudnék mondani ide igazából. Egész nap tervezek ugye vlogolni, és nagyon nem szeretném, hogy fél órás legyen ez a vlog. De persze tudom, hogy akik viszont úgy minden videómat megnézik, ami számomra tisztára hihetetlen és felfoghatatlan. Azokat tudom, hogy a 30 perces vlog is érdeklik, sőt örülnek neki, hogyha minél hosszabb a videó, ami még egyszer hihetetlen számomra, hogy valaki 30 percig akar engem nézni, de hamar nem is fogok olyan sokat beszélni, mert nem akarom, hogy a videó fele beszélős rész legyen. Annyit el akartam mondani, hogy először is nagyon jó érzés újra, nem is tudom, videózni, hozzátok beszélni, mert nekem ez nem olyan, mintha egy kamerához beszélnék, hanem mintha azokhoz beszélnék, akik így a szemem előtt vannak, akik mindig írnak nekem, és tudom, hogy mindig nézik a videóimat, akik miatt egyáltalán még videózok, és csak azt akartam mondani, hogy nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki még nézi a videóimat, és őszintén érdeklik a videóim, és akik írnak megjegyzést, vagy tényleg csak, hogyha megnézitek a videómat, de nagyon sokat jelentenek a megjegyzések és üzenetek, és csak hogyha írtok Instagramon például, amikor megosztottam egy ilyen képet Instagramon, és kivételesen írtam a kép alá, és csak elmondtam, amit nem szokásom, hogy elég rossz hetem volt múlt héten, és csak mindenki olyan rendes volt, és megértő, és csak nagyon, nagyon jól esett az egész, és igen, egyszerűen csak nem éreztem már olyan hülyén magam, hogy amiatt, ahogy éreztem magam. Szóval igen, csak azt akartam mondani, hogy ez tényleg nagyon sokat jelent, és többet jelent, mint gondolnátok. És egyébként kaptam egy csomagot, már én rendeltem, és már jött a futár, és elég korán jött így 10 óra előtt. Aminek végül is örülök, mert nem szeretem, hogyha egész nap várok a futárra, és nem tudom, hogy mikor fog jönni, szóval mondjuk, hogy eléggé ilyen váratlan volt, azt veszem, mint hogy tegnap kaptam, azt hiszem SMS-t, ha mindegy. Rendeltem magamnak proteinport, mert már az összes elfogyott, volt két fajta proteinporom. Nem tartom ezt a legjobb háttérnek, de mostanában már mindig is sminkelek, mivel ott az ablak. És igaz, hogy nem így előttem van a sminkasztal, de itt van mellettem, szóval na mindegy. Megyek elkészülni, vagy sminkelni, közben bekapcsolok valami zenét, ami úgy megadja a hangulatot a naphoz, és ahhoz, hogy minél több mindet csinálják ma, mivel eddig nem annyira olyan napja.
napjaim voltak, igaz, hogy ezen a héten már sokkal jobb kedvem van, de még mindig az a... Igaz, hogy ez nem úgy van, de mégis olyan érzésem van, mintha benragadtam volna négy fal közt is. De már nagyon gondolkodom, hogy csak úgy elmegyek valamerre vezetni, csak arra jutottam, hogy nekem nem szokásom csak úgy céltalanul elmenni vezetni, pedig most igazán arra lenne szükségem, mármint elmennék úgy, hogy van valami célom, valami úti célom, na de nincsen, szóval tudom, hogy a végén csak picit úgy egyedül érezném magam, és úgy lennék, hogy most akkor merre is menjek, és hogyha erre megyek, akkor hol kötök ki? Szóval, na mindegy. Take down and emotions feel like I never did before. Life shows him and spoken real, saw the movie I ignored. Blue skies on a broken sea and I'm stuck up on the shore. I never thought you could see me, but you did. All I know is we're here, that they took us somewhere. So what they say we're called. Szóval megebédeltem, ami nagyon sokáig tartott, mivel múlt héten, mivel olyan két napig rosszul voltam fizikailag, aztán csak nem volt valami jó kedvem, ezért ahhoz képest, hogy az a lévő héten mennyit ettem, mert ugye, hogyha láttatok, amit ettem a videómat, akkor tudjátok, hogy hízni szeretnék, szóval igyekszem minél többet enni. De aztán jött ez a hét, és amiatt nem tudtam annyira sokat enni, és most csak úgy próbálok úgy visszaszokni megint arra, hogy sokat enni. Szóval... Na mindegy. Most van néhány ilyen képözletem Instagramra, szóval azokat megcsinálom, olyan két-három kép. Aztán... és hogyha érdekel valakit, hogyan készítek képeket, bár most már van másik objektívem, de mindegy, tudom, hogy nem mindenkinek van ilyen fényképezőgépe, de akár telefonon is jó képeket lehet készíteni. Szóval van róla amúgy videóm, hogy hogyan is készítek képeket, szóval még nézhetitek, ha érdekel valakit. Egy néhány nappal ezelőtt elkezdtem ruhákat átalakítani, vagyis eddig egy ruhát fejeztem be, és természetesen felveszem videóra, habár egyébként eredetileg úgy terveztem, hogy nem biztos, hogy ezt most felveszem videóra, csak azért, mert kedvem volt csak úgy magamnak így átalakítani ruhákat anélkül, hogy még videóznom is kelljen azt. Nem mintha az olyan nagy erőfeszítés lenne még felvenni videóra mellette. Egyszerűen csak kedvem volt csak magamnak megtartani ezt az egész átalakítást, nem tudom. De végül is úgy voltam, hogy felveszem videóra, viszont eddig csak egy ruhát alakítottam át, de eléggé azért elég sokáig tartott, és még legalább kettő ruhát át akarok alakítani, amit már valószínűleg nem lesznek annyira időigényesek, vagyis nem akarom, hogy annyira időigényesek legyenek, mert már ez is elég sokáig tartott, ez egy átalakítás, és erről is tudnék egy videót készíteni külön, de úgy gondolom, hogy úgy nem lenne elég érdekes a videó, úgyhogy még kettő ruhát át kell alakítanom hozzá. Úgyhogy ennyi! For me, lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your brain. Is it even there to find? Is
Tudom, és tényleg nagyon érdekel, és eldöntöttem, hogy már beszeretném fejezni, és aztán elkezdeném már valami mást olvasni. Szóval majd arról talán picit később beszélek, de most csinálok uzsonnát, mert most már tényleg megéheztem. Szóval, elfelejtettem átállítani. Ha egy picit megmozdulok, akkor kaptok, mivel nyilván az autofókusz rajta, viszont abban az a jó, hogy biztos, hogy éles vagyok, mert rám fókuszál. Mondjuk, hogy nem mindig kaptok, szóval lehet, hogy inkább ezt kell használnom, mert viszont, hogyha manuálisan használom a fókuszt, akkor nem látom, hogy tényleg magamra fókuszáltam-e. Viszont akkor nem kaptok. Na mindegy. Egyébként picit felesetesen sminkeltem ki magam, de mindegy, legalább nem smink nélkül vagyok egész nap ebben a videóban. És hát csináltam képeket, de nem is igazán lehetek látni rajta az arcomat. És hát kb. Kétfajta képet csináltam, és mindkettő olyan, hogy szinte csak félig látni rajta az arcomat. Na mindegy, nem is az a lényeg. Szóval nem hiszem, hogy fogok ma videózni, mármint ezen kívül. Pedig még mindig nincs kész a ruhátalakítós videóm, amiről beszéltem, de egyszerűen annyira nincs kedvem bent lenni. Nagyon szép idő van igazából. Holnap valamivel talán már hűvösebb lesz, és egyszerűen csak mostanában nagyon sokat voltam bent, hogy egyszerűen csak nem bírom bent most már a négy fal közt. Egyszerűen muszáj kint lennem, és tényleg csak hogy kedvem van így olvasgatni, tényleg beszeretném fejezni azt a könyvet, és csak nagyon jó érzés így kint ülni. És lényegében, hogyha most folytatnám a ruhátalakítós videót, akkor azt úgysem vlogolnám, szóval úgyis az lenne, hogy csak mondanám, hogy elmegyek felvenni. Mivel közben nem igazán tudok vlogolni, szóval, és nem is akarom megmutatni előről, hogy mi lesz benne, mert akkor szerintem már nem érdekes, szóval mindegy. Szerintem holnap majd befejezem azt a videót, ma pedig csak pihenek, olvasok, közben vlogolok. Picit úgy érzem magam, mint valami kisiskolás, aki megkérte az anyukáját, hogy kenjen neki kenyeret. Nem tudom miért, ez jutott eszembe. De ez a tipikus uzsonnám amúgy. Hát gyors, egyszerű. Have lungs of black, yeah we're on track. Don't get me wrong, we ain't got it all figured yet. Prisoners of the group, searching for the soul. Good vibes ricocheting off the soul. The bass keeps us warm, nestled in the loop.
low frequencies, our favorite escape, taking place so frequently. Our bodies are healthy, but at least we got a healthy mind. Bodies ain't healthy, but at least we got a healthy mind. Bodies ain't healthy, God knows we ain't helping, but at least we got a healthy mind. Ez az objektíva, hogy nagyon nem tud videózni alacsony fényeknél, szóval meg kell kapcsolnom a világítást, hogy még tudjak most is videózni. Megcsináltam az esti popcornomat. Még nem csináltam meg az arcoltolási rutinomat, mert hát így eszélek, azt a fogat mosok és csak aztán csinálom meg. De azt van nem valószínű, hogy fogom mutatni, viszont már úgy érzem, hogy nagyon hosszú ez a videó, szóval nem tudok annyi mindenről már beszélni, pedig még nagyon sok minden volt a fejemben. Ami a könyvet illeti, végül olyan körülbelül 40 oldalat olvastam ma belőle, ami nem olyan sok, de nem olvastam egyfolytában délután, szóval úgy befejezhettem volna, mert körülbelül még 30 oldal maradt, szóval kb. 70 oldal volt, amikor már elkezdtem, mármint maradva még belőle. De holnap már biztos, hogy befejezem, már csak 30 oldalt. Mára még annyi a tervem, hogy most megyek zenét hallgatni, és közben rajzolni, mivel picit ideges vagyok. De ez egyszerűen csak az én természetem. Jó, nem mondom, hogy minden este ideges vagyok, csak minden ez elég bonyolult. Szóval megyek picit. Csak lefoglalni az agyamat rajzolással, és közben szeretek zenét hallgatni, és ez nagyon megnyugtató. És amúgy is már egy ideje nem rajzoltam, és már egy néhány napja elterveztem, hogy fogok rajzolni, és hogy mit fogok rajzolni. Nem olyan nagy dolog. Viszont egyébként már 3-9 van, szóval utána már tényleg elkészülök alváshoz, és ezt a videót fogom még szerkeszteni ma. Lehet, hogy még olyan 1-2 órát, nem tudom, meglátom, hogy egyáltalán meddig bírom szerkeszteni, és egyszerűen csak ahogy jövök ki még időben. Mother's scared to leave her all alone. She got time and she knows what to figure out. It seems that love will come around, so don't stay. You regret it all too much. Just wait, I will find you someday. So the same, yeah, she does not know. Na most már elvégeztem az arcápolási rutinomat. Már 4:11, és megyek szerkeszteni ezt a videót, és egészen addig fogom szerkeszteni, amíg már nem álmosodok el teljesen. Szóval szerintem azért egy minimum egy órát fogom szerkeszteni, de hogyha fogom bírni, akkor tényleg nagy részével végezni szeretnék, hogy minél hamarabb felkerüljön, mivel most azért kihagytam egy 2 hetet. Szóval majd a könyvről talán máskor beszélek, de jó tett ez a rajzolás, és hogy igaz, hogy közben is nagyon kattog az agyam, de azért valamennyire úgy lefoglalja, és az nekem nagyon jót tesz. Még annyi minden eszembe jut egyszerűen, amiről akarok beszélni, aztán amikor meg elkezdek,
videózni, akkor meg teljesen más dolgok jutnak meg itt eszembe, szóval, és már nem is tudom, hogy miről akartam beszélni. De mindegy. Szóval be is fejezem ezt a vlogot. Remélem, hogy valamennyire érdekes volt. Nem tudom, hogy mikor lesz végre önbizalmam, de az még a videózás terén nem is lenne olyan nagy baj, csak a való életben, hogyha nem minden döntésemet és minden cselekedetemet az irányítaná, hogy nincs önbizalmam, akkor még jó helyzetben is lennék, és sok minden nem történt volna, hogyha ez másképp lenne. Na, minden esetre még egyszer nagyon szépen köszönöm a támogatást, amit tőletek kapok, és igyekszem tényleg olyan tartalmat gyártani, amit ti is szívesen néztek. Szóval, igen, megyek szerkeszteni ezt a videót, úgyhogy köszönöm, hogy végignéztétek, és találkozunk legközelebb. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!